tegnap a szabadkai vízmű egy asset management konferenciának adott helyet, amelyet három cég szervezett, a németországi víztársaság, a Dunamenti Nemzetközi Vízművek Társulata, illetve egy cég, aki a szoftvereket biztosítja ennek a programnak a végrehajtásához. A célja ennek a találkozónak az volt, hogy a vízmű, aki ennek a szervezetnek, illetve ennek a programnak a résztvevője, bemutassa az ő eddig elkészített munkáját, illetve a szervezők által bemutatásra került a Kragói Laci vízműben tett munkáknak az eredménye. A másik célja ennek a programnak az volt, hogy a környező vízműveknek biztosítsa, illetve a bemutatásra kerüljön, hogy mit is jelent valójában ez a program, és bizonyos módon meggyőzze őket, hogy ők is társuljanak. Maga a projektum, amely három évig tart, tehát 2017-től 2019-ig összesen 70 céget tervezett bevonni a programba, illetve finanszírozni részben ennek a programnak a megvalósítását. A vízművek számára egy ilyen program 2400 eurós összeget jelent évetve, illetve egy 200 eurós éves tagsági díjat. Maga a konferencián összesen 5 vízmű vett részt, ezek a Becsei Vadokkanál, a Zentai közművállalat, a tiszamenti vízművek a Zombori Vadokkanál, illetve a Zenyeni vízmű képviseltette magát. Sajnos szembe kellett nézni néhány problémával ezekben a kisebb vízművekben, ami a műszaki, illetve az emberi resszurszokat jelenti. Kisebb vízművek sokkal nehezebben tudnak egy ilyen munkát megszervezni, mint mondjuk mink, vagy hozzánk képest sokkal nagyobb beográdi vízmű, aki már évek óta tagja ennek a rendszernek, és talán ő jutott el legtovább az országban, hogy egy ilyen modern szervezési, munkaszervezési és pénzügyi szervezési rendszert valósítson meg a cégen belül.